Az évvégi képviselő testületi ülésen elsősorban a jövő évi költségvetésről szavaztak a testület tagjai. A régi projektumokat szeretnénk befejezni, de ugyanakkor új projektumok is vannak előlátva. Többek között egy telepvásárlása a sportcsarnok építésére Péter révén, az úthálózat kiépítése Becse Péter éve között, új befektetők az ipari zónába, hogy új munkahelyeket tudjunk teremteni. Ugyanakkor a képviselőtestület elfogadta az újszülötteknek járó 10 000 dináros egyszeri támogatásról szóló javaslatot is. Az előző évek tapasztalata, illetve statisztikája alapján 310 és 350 közötti gyermek született egy évbe Óbecsi-Kösén területén élő szülőktől, és ennek folytán mink 3,5 millió dinárt javasoltunk, hogy biztosítsanak a költséget is, mert ebből 500 000 dinár lett. Megjegyzem, hogy ennyi összeg volt a 15-ös év harmadik negyedévébe is. Ezek mellett a község felvállalja a speciális vizsgálatokra szorult betegek vizsgálatainak költségeit, ami éves szinten mintegy 7 millió dinár tesz ki. A 2016-os évi költségvetésről szóló jelentést Óbecse község honlapján lehet megtekinteni.